Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban 10 olyan történetet fogok bemutatni nektek, amelyekben főszereplőink az állításaik szerint különféle emberszerű lényekkel, pontosabban yetikkel, nagylábakkal, meg hasonló főrmedvényekkel találkoztak. A videó hasonló az emberek, akik szörnyekkel találkoztak videóimhoz, azokban is található egy-két nagylába sztori, valójában innen is jött az ötlet, így mivel mondhatni eléggé csipázom ezeknek a videóknak a gyártását, gondoltam, hogy belevágok a világ megváltó, eget rengető remek mű elkészítésébe is. Mielőtt valaki fennakadna rajta, tisztában vagyok vele, hogy a Yeti valójában egy Himalájában élő, vagy pontosabban nem bizonyítottan élő főemlősszerű lényezet, ugyanis a világ más tájain felbukkanó hasonló lényeket más nevekkel illetik, lásd például az Egyesült Államokban bujkáló nagylábat, vagy inkább nagylábakat, és hát valójában a videó is leginkább nagylábakat tartalmazó történeteket tartalmaz. Ám ettől függetlenül én úgy gondoltam, hogy ez a Yetis cím jobban cseng, úgyhogy emellett döntöttem. Ezt most nézzétek el nekem. Nos, mielőtt belekezdenénk, még egy apróság. Ha van kedvetek, időtök, egyebetek, majd kukkantsátok meg a zenés csatornámat is, és ha úgy gondoljátok, illetve ha még nem tettétek, támogassatok ott is egy feliratkozással. Lassan ott is ezren vagyunk. Nagyon szépen köszönöm. Na, hát és akkor lássuk is azokat a yetiket, vagy inkább nagy lábakat. 10. 4600 méteren. 1925-ben a Himalája keleti részén egy görög geológus, fényképész, név szerint N.A. Tombézi, éppen 4600 méteres magasságban bandukolt, amikor is az állítása szerint egy különös, emberszerű lényt pillantott meg. Tombézi elmondása szerint a lény egészen emberien nézett ki, illetve emberien mozgott, a hónál valamelyest sötétebb volt a színe, látszólag nem viselt ruhát, plusz mindemellett valamiféle bokrokat vonszolt maga után. A leírtak szerint a lény nagyjából 180-270 méterre lehetett Tombézitől, így miután a lény eltűnt a szemük elől, Tombézi és az állítólagos társai megpróbáltak a nyomára bukkanni, és nagy vagy kevésbé nagy meglepetésükre rá is bukkantak néhány meglepően apró, emberszerű lábnyomra. A nyomok a leírtak szerint nagyjából 16-18 cm hosszúak lehettek, és minden bizonnyal egy két lábon járó emberszerű lénytől származhattak. Sokak szerint ugye egy yetitől. 9. Famászás közben. Az Amerikai Egyesült Államok Missouri állam egy településén járunk, ahol egy illetőnek, akit most nevezzünk Thomasnak, egy alkalommal egy megdöbbentő élményben volt része. Thomas elmondása szerint mindössze 7 éves volt, amikor a feltételezem helyi cserkésztáborban éppen egy kidőlt vagy inkább félig kidőlt fára mászkált a barátaival, ezt a leírtak szerint egyébként igen sokszor művelték, ám aznap, miután Thomas barátai visszamentek a táborba, a fiú váratlanul egy furcsa lényt pillantott meg. A leírtak szerint Thomas éppen félúton volt a fán, mikor az elmondása szerint egy vaskos bundájú, orángutánszerű lényt vett észre, ami egyenesen őt bámulta, sőt, ha minden igaz, még el is vigyorodott. Thomas tudja, hogy akkor még csak 7 éves volt, így igazából a fantáziájának köszönhetően bármit láthatott, ám ettől függetlenül biztos benne, hogy aznap egy Sasquatchot, vagyis egy nagy lábat látott. 8. Vegetáriánus. 1955. októberében Kanadában egy William Rowe nevű illető éppen a hegyekben túrázott, amikor az állítása szerint egy feltételezhetően nőstény nagylábat pillantott meg. William először azt hitte, hogy egy medvével van dolga, hiszen nem először járt már arra, sőt a leírtak szerint az előző évben még le is lőtt egy medvét azon a helyen, ami után a lényezet megmozdult, William tudta, hogy nem egy medvéről van szó. Ekkor a mozgásából, illetve a kinézetéből ítélve már azt hitte, hogy egy ember mászkál a bozótosban, ám mivel a lényt sötét, barnás, szürkés bunda borította, William rájött, hogy nem egy hétköznapi élőlényt pillantott meg. William elmondása szerint a lény nem vette őt észre, így egészen közel ment hozzá, aminek köszönhetően ő később nagyon jó leírást tudott róla adni. Lényegében a lény teljesen emberien nézett ki, azt leszámítva, hogy egy cseppet erőteljesebb, vaskosabb volt, az arca néhány
részét leszámítva mindenét szőrborította, és amit William kiemelt, hogy a kebleit tekintve biztosan egy nőstény egyedről, vagyis hát pontosabban egy nőstény nagylábról volt szó. Ja, és William állítása szerint az említett nagyláb látszólag vegetáriánus volt. 7. Félelemben. Egy alkalommal az Amerikai Egyesült Államok Oregon államában egy illető, név szerint Chris, egy 15 napos túrára indult a helyi hegyekbe, ahol az első napokban semmi különös nem történt, ám a 6. vagy 7. napon Chrisnek kezdett furcsa érzése lenni. Ez az érzés csak fokozódott, mikor aznap, illetve a rákövetkező néhány este egy számára ismeretlen, az állítása szerint leginkább a majmokéhoz hasonló üvöltést hallott, majd miután a 11. nap reggelén arra ébredt, hogy valami vagy valaki ellopta a táskáját, és hát ezzel egyben az összes élelmét is. Chris ennek ellenére úgy döntött, hogy folytatja a túrát, nem mintha lett volna más választása, ám a 13. nap éjszakáján valami kövekkel kezdte haigálni a sátrát. Chris már jó néhány nappal azelőtt érezte, hogy valami ólálkodik körülötte az erdőben, eleinte azt gondolta, hogy egy medvéről vagy egy mosómedvéről lehet szó, ám akkor is ott ráébredt, hogy vagy egy ember szórakozik vele, vagy valami egészen más lényezetről van szó. Nos, bármiről is volt szó, Chris az utolsó előtti napon megpillantotta ezt a valamit, ami az elmondása szerint magas és nagy volt, nagyobb, mint bármiféle ember vagy állat, és úgy suhant a fák között, hogy nem csapott zajt. Bármennyire is furcsa, Chris, mivel már ki volt idegileg, üldözőbe vette a lényt, ami egyébként könnyedén lerázta őt, majd a túra végeztével Chris mindezt elmesélte egy vadőrnek, aki nem meglepő módon nem vette őt komolyan, ám ennek ellenére Chris annyiban biztos volt, hogy ez volt élete legrosszabb túrája. 6. Stresszoldó körút. Néha mindenkinek kell egy kis kikapcsolódás, és ezzel következő történetünk főszereplő egyetemistája sem volt másképp, aki egy este egy kis stresszoldó kocsikázásra indult az egyeteme közelében lévő egyik tóhoz. Főszereplőnk elmondása szerint éppen egy aprócska hídon hajtott át az autójával, mikor megpillantott valamit átkelni az úton. Nos, a leírtak szerint ez a valami teljesen úgy nézett ki, mint egy nagy láb. Ha minden igaz, a lény éppen egy utcatábla mellett haladt el, amiből egyetemistánk másnap meg tudta állapítani, hogy az állítólagos nagyláb nagyjából 270 cm magas lehetett. 5. Elrabolva. 1924-ben Kanadában egy Albert Ostman nevű illető pihenés céljából ellátogatott az egyik helyi erdőbe, ahol egyes állítások szerint több nagylábat is láttak. Albert egyébként nem hitt a nagylábak létezésében, ezért nem is vette komolyan az ilyesféle történeteket, ám mint kiderült, ezt igen rosszul tette. Albert állítása szerint azt követően, hogy az első este becsomagolta magát a hálózsákjába és elaludt, arra ébredt, hogy egy nagyláb megragadja őt és magával vonszolja. A lény a leírtak szerint 3 órán keresztül cipelte Albertet, majd egy fensíkra érve letette őt, és Albert ekkor szembesült vele, hogy egy 4-tagú nagyláb családhoz került. Állítólag a család 3 felnőttből és 1 gyerekből állt. Na, de a lényeg, hogy Albert 6 nap után végül megszökött, méghozzá az elmondása szerint úgy, hogy némi dohánnyal elkábította a közel 2,5 méter magas hím nagylábat, majd ezt követően 24 évig nem beszélt senkinek az esetről, ugyanis attól félt, hogy őrültnek tekintik majd. Hát, kissé nehezen emésztheti a történet, annyi biztos. Na, de még így a végére megemlíteném, hogy a nagylábak a leírtak szerint édesízű fűvel etették Albertet, nagy valószínűséggel ők is ezt fogyasztották, plusz Albert elmondása szerint a nőstény nagyláb még mosott is. Hogy mit, azt nem tudom. 4. Kígyó. 2015 májusában az Amerikai Egyesült Államok Texas államában egy hölgyemény éppen egy országúton haladt, mikor megpillantott valamit az út közepén. Először azt hitte, hogy csak egy nagy darab fáról, pontosabban inkább farönkről lehet szó, ám amint közelebb ért ehhez a valamihez, rádöbbent, hogy bizony, nem egy fáról van szó. Ez a valami ugyanis egyszer csak 2 lábra állt, és főszereplő hölgyeményünk nagy meglepetésére egy kígyót hajított az autójához. A leírtak szerint egyébként a lény minden kétséget kizáróan egy nagy láb lehetett.
Olyat olvastam már, hogy ők kövekkel dobáloznak, de hogy kígyókkal is, azt nem tudtam. Nos, a lényeg, hogy mivel főszereplő hölgyeményünk nem tudott képet készíteni a lényről, ezért bizonyítékként hazavitte magával az autójának hajtott kígyót, és betette a mélyhűtőbe. Hát, ez sem egy mindennapi történet. Harmadik. Gobbit. Egy alkalommal egy 13 éves illető a barátjával és annak édesanyukájával autózott hazafelé egy csendes, sötét úton, amikor váratlanul egy különös kinézetű lény futott át előttük az úton. Főszereplőnk állítása szerint a barátja anyukája és ő igencsak ledöbbentek, a barát amúgy nem látta a lényt, így ő ezért maradt ki a ledöbbenésből, ám a lényeg, hogy a lény a leírtak szerint mindössze 90 cm magas lehetett, két lábon járt, mondhatni emberien nézett ki, sűrű szőr borította, és hát elég gyorsan mozgott. Főszereplőnk elmondása szerint a lény úgy nézett ki, mintha egy gorillát meg egy hobbitot összemixeltek volna. Ezért is neveztem el Gobbitnak. Egyébként a barát édesanyukáját nagyon izgatta a dolog, így néhány héttel később megvitatták főszereplőnkkel, hogy mit is láthattak azon az estén, ám nem jutottak semmire. Én igen, egy Gobbitot. Második. Jovi. Egy ausztrál kriptozoológus, illetve Jovi vadász, név szerint Dean Harrison, az állítása szerint két alkalommal is találkozott már Jovival, vagyis ausztrál nagylábbal, sőt, pontosabban nem is találkozott velük, hanem megtámadták őt. Az első támadás 1997-ben történt, és Dean az állítása szerint csak Istennek köszönhette, hogy túlélte az egészet, majd 2009-ben ismét támadás érte, ekkor viszont a leírtak szerint néhány fickó húzta ki őt a csávából. Dean elmondása szerint a Jovik nagyon veszélyesek, ugyanis nagyon gyorsan mozognak, és a sötétben is jól látnak, ezért úgy gondolja, hogy sok ember eltűnéséért a Jovik a felelősek. Nos, érdekességként megemlíteném, hogy Dean 2018-ban eszméletlenre verte szegény szomszédját, miután összevitáztak azon, hogy a szomszéd kutyája folyamatosan ugat. Nos, úgy tűnik, hogy Dean túl sokat foglalkozott a Jovik tanulmányozásával, és így néhány szokásukat is átvette. Első. Patterson Gimlin film. 1967-ben az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában egy Roger Patterson és egy Robert Gimlin nevű illető, mondhatni nagy lábvadászatra indult, pontosabban lencse végre szerettek volna kapni egy bestiát, ami mindenki nagy megdöbbenésére sikerült is nekik. A két férfi éppen egy helyi patak mentén bandukolt, amikor is egy sötét színű bundával borított, emberszerű lényezet bukkant fel a közelükben, nagy valószínűséggel egy nagylábról lehetett szó, amit ugye sikerült is lefilmezni. A felvételt később több szakértő is megvizsgálta, és mivel a lény mozgása, illetve kinézete túlságosan természetesnek tűnt, vagy tűnik, ezért sokan arra jutottak, hogy a felvételen valóban egy igazi nagyláb látható. Magyarul a Patterson-Gimlin felvétel mind a mai napig a leghitelesebb nagylábat ábrázoló felvétel. Akit egyébként érdekel az a téma, annak ajánlom figyelmébe a Random nevet viselő YouTube csatornát, ahol található egy elképesztően jó videó ezzel a felvétellel, illetve magával a nagylábbal kapcsolatban, plusz található még egy rakott epic videó, így ha úgy gondoljátok, lessétek meg a csatornát. A linkjét betettem a leírásba. Köszönöm. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!